Többen jelezték televíziónk számára, hogy tömegével küldtek el munkavállalókat több tolnamegyei gyártól. Információink szerint az egyik egy szekszárdi, Bőröngyeiről ismert gyár. A legnépszerűbb közösségi oldalra dühös, elkeseredett bejegyzést posztolt egy férfi, aki azt állítja, őt is elküldték. Többen hozzászóltak a bejegyzéséhez, megerősítve a leépítést. A gyár igazgatója írásban adott nyilatkozatában cáfolta a gyár bezárásáról szóló beszámolókat, a csoportos létszámleépítést azonban elismerte. Ugyanakkor azt nem árulta el, hogy pontosan hány embert küldtek el. Arról is keringtek hírek, hogy egy tolnai autóipari eszközöket gyártó vállalatnál is gond van, és küldtek el dolgozókat. Határozottan szeretnénk cáfolni a gyár bezárásnak a tényét, sem a Kft. Nem tervezi a tolnai telephelynek a bezárását, illetve részlegeket sem kívánunk megszüntetni a jövőben. A HR vezető hozzátette, tavasszal voltak leépítések, mert a koronavírus járvány miatt visszaesett a rendelések száma. Körülbelül 150 embert küldtünk el április-május hónapban. Ugye, ahogy említettem, 85 fővel emelkedett azóta a létszámunk. Szerencsére az új munkavállalók, tehát a régi munkavállalóinkat is vissza tudtuk venni elég nagy arányban, és további növekedés idei évben körülbelül 10-15 fő várható. A jövő évről egyelőre még nagyon bizonytalanul tudnánk nyilatkozni, de határozottan tudjuk mondani, hogy létszámleépítést a jelenlegi pillanatban nem tervezünk. Összességében csökkent a gyár létszáma. Az év elején 660 dolgozót foglalkoztattak, most pedig 596 főt, vagyis 64 fővel dolgoznak kevesebben a cégnél most, mint januárban. De ez folyamatosan változik, ahogy veszik fel újra az embereket. Elsősorban betanított munkára várjuk a munkavállalókat, illetve vannak egy-egy szakmunkára nyitott pozícióink. Egy másik szekszárdi autóipari eszközöket gyártó cégtől is küldtek el dolgozókat a járvány miatt. Ezt a gyárvezetője is elismerte. Elmondta, a második negyed évben 30%-kal csökkent a megrendelés állománya a cégnek. Emiatt 117 dolgozótól, köztük 80 kölcsönzött dolgozótól kellett megválniuk. Szeptembertől azonban ismét annyi megrendelésük van, mint évelején, ezért ők is létszámbővítésbe kezdtek. 35 főt vettek föl, és ismét foglalkoztathatják a korábban elküldött 85 kölcsönzött dolgozót is. A szekszárdi gyárban jelenleg 402-en dolgoznak.